A kuflik és a nagy eső. Ez a nap is úgy kezdődött, mint a többi. A kuflik gondtalanul heverésztek kupacuk napsütötte tetején. Esni fog, állapította meg Bélabá. Ugyan már, legyintettek a többiek. Hé! Végül Bélabának lett igaza. Csöpögni kezdett az eső, majd zuhogni. Aztán pedig már úgy ömlött a víz az égből, mintha egyszerre legalább 1000 csapot nyitottak volna ki a felhők fölött. Biztos véget ér nem sokára ez az eső, gondolták bizakodva. De sajnos nem így történt. Az esőnek esze ágában sem volt abbahagyni, a tócsák pedig egyre nagyobbra nőttek. Az elhagyatott rét lassan olyan lett akár egy hatalmas tó. A kupac pedig mint egy magányos sziget a tó közepén. Mi lesz így velünk? Kérdezgették egymástól rémülten a kuflik. Volt is ok az aggodalomra. A víz egyre jobban emelkedett a kupac körül. Először Bélabá üregét öntötte el, utána Zödönét, és Fityircét is. Aztán meg, olyan, szegény Hildáit. Igen ám, de délutára Titusz és Valér üregébe is befolyt a víz. Szerencséd van, hogy ilyen magasra költöztél, mondták a kuflik Pofánkának. Ekkor már csak egy egészen kicsi hely volt a kupac legtetején. Gyorsan elő is vették praktikus zsebernyőiket. Hildáé lila volt kék csíkokkal, Pofánkáé rózsaszín és piros pöttyös, Tituszé sárga csíkos, Zödöné zöld lila mintás, Bélabáé barna kockás, Valéré kék és piros, Fityircé meg. Nos, az övé olyan mindenféle színű. Így álltak fent a kupac tetején tételegve. Attól félek, nem maradhatunk tovább, kedves kupacunkon, sóhajtott Hilda. Valami szárazabb helyet kell keresnünk magunknak. Jaj, nekünk, siránkozott Fityirc, hiszen nem is tudunk úszni. Nem is kell, mutatott ekkor a vízre Titusz. Evezni fogunk. És valóban, a hullámok egy csomó érdekes csónaknak való dolgot sodortak a közelükbe. Szerencsére mindegyik kufli talált köztük magának valót. Rövid keresgélés után még Fityirc is. Vízre szálltak hát. Szomorúan búcsút intettek elárasztott kupacuknak, aztán evezni kezdtek. Ahogy végignéztek a tóvá változott réten, látták, hogy nincsenek egyedül. Mások sem jártak sokkal szerencsésebben, mint ők. Hová, hová, cimborák! Kiáltott oda nekik ekkor egy idős, ám derűs kedélyű vízipatkány. Új kupacot keresünk magunknak, válaszolta neki Titusz. A régit teljesen elárasztotta a víz. Tudhatátok, hogy nincs több kupac az elhagyatott réten, mondta a vízipatkány. Gyertek inkább, segítsetek kihúzni a dugaszt. A kuflik értetlenül bámultak rá. Ha megtelik vízzel a rét, a dugaszt ki kell húzni a nagy kerek lefolyóból. És akkor hip-hop, eltűnik a víz, magyarázta a patkány. Ennyi az egész, értitek, mint egy kádban. Szerintetek látott már valaha is kádat ez a patkány? Kérdezte suttogva Pofánka. Nem úgy néz ki, mint aki gyakran fürdik. Ha látott, ha nem, nincs mit tenni. Vele kell tartanunk, mondta meg a vállát Titusz. Így is tettek. A patkány kis csónakjával hol jobbra, hol balra kanyargott a vízen. Olyan gyorsan evezett, hogy a kuflik alig bírtak a nyomában maradni. Hoppá! Kiáltott fel egyszer csak a patkány. Alig, ha nem megérkeztünk. És most mi lesz? Kérdezte óvatosan Fityirc. Mi lenne? Kihúzzátok a dugaszt, mondta a vízipatkány. A legerősebb fogja a láncot, a többiek meg segítenek neki. Mindenki Zödönre pillantott. És te mit csinálsz? Fordult Valér a vízipatkányhoz. Én majd vezényelek. Ahhoz ész is kell, nem csak erő. 3-ra kezdhetitek. 1, 2, 3. A kuflik teljes erőből nekiveselkedtek. Megmenekültünk, éjjeneztek a kuflik. Alig várták, hogy újra lássák kedves kupacukat. Sietve elköszöntek a vízipatkánytól, és útra keltek. Ó, bocsi! Mire hazaértek, tetőtől talpig sárosak lettek mindannyian. Sárosak, de boldogok. Lesz mit takarítanunk? Nézett körbe Hilda a kupac tetejéről. A kuflik kihorták elázott holmiaikat a kufli üregekből. Bélabá molyrágta nyakkendőit, Zödön a szotyolahéjjal töltött gyógypárnáit, Pofánka pedig a kukacmintás selyemlegyezőjét, Hilda a vicces színű művirágait, Titusz a villamos jegygyűjteményét, Valér egy furcsa alakú dobozt, amiben egyszer szeretett volna majd tartani valamit, Fityirc pedig egy fél pár csíkos frotírzoknit, mivel egyeben nem volt. Vagy mégis? Mindent kiraktak a napra, hogy jó gyorsan megszáradjon. Aztán maguk is elheveredtek a kupac oldalán, hogy átjárja őket a napmelege. Innen olyan, mint reggel, csak mégsem, állapította meg Pofánka. Meg mi egyéb? Dörmögte Zödön. És ez annyira igaz volt, hogy többet már nem is mondott senki aznap délután. Hú, lehet, hogy ezt álmodom. Vagy tényleg csónakban ülök? A nagy felfordulás. Késő nyári délután volt. A rét virágai álmosan ingatták fejüket a sárguló fűben. Csodálatos időnk van. Úgy sétálnék egyet. Remek ötlet! Tényleg jól esne egy kis testmozgás. Hilda és Bélabá feltápászkodtak, hogy halkan, nehogy felébresszék a többieket, leugráltak a kupacról. Hová? Séta, ez csak úgy a séta kedvéért. Sosem tudtam, mit gondoljak a lepkahalakról, amikor reddesni látom őket odafent, olyan, mintha egy tenger lenne az ég helyén. Bizonyára ők sem tudják eldönteni, hogy kétfejűnek lenni furcsább, vagy lepkehalnak. Közben egy kis facsoporthoz értek. Milyen érdekes az az odú? Olyan, mint egy kulcslyuk. Ahol kulcsuk van, ott kulcsnak is kell lennie. Bélabá azzal keresgélni kezdett botjával a fűben. Ezt keresitek? Ezek szerint nálad van. Ha nem így volna, kézen közön eltűnne. Most mi lesz? Azt majd meglátjuk. Bélabá beledugta a kulcsot a lyukba, és elfordította. Nem történt semmi. Csak leesett a kalapom. Ott van. Felrepült? Inkább leesett. A két kufli értetlenül nézett rá. Amikor eltekerted a kulcsot, megfordult a rét. Ennyi az egész. Ritkán ugyan, de megtörténik. Most fent van, ami eddig lent volt, és lent, ami eddig fent. Na, nekem mennem kell. Arrivederci! Most mi lesz? Megpróbálom visszacsinálni. Úgy látszik, visszafelé nem működik. Akkor örökké fejjel lefelé maradunk. Hidd el, meg lehet szokni. Esetleg próbáltok meg kézen állva. Tanácsolta egy pók. Nem is rossz ötlet. Elég kényelmetlen. Hozzunk segítséget. Valahogy helyre kell ezt hoznunk. Fogták magukat, és két kézen lépkedve visszasiettek a kupacukhoz. meg mit csináltok itt fejen állva? Igazából a rétát fejre nem mi. Sürgősen vissza kéne billenteni. Úgy érted, hogy most mindannyian fejjel lefelé vagyunk? Így van, magam sem értem, hogy történhetett. Éreztem, hogy valami nincs rendben. Nem értem. Akkor miért nem potyogunk le a rétről? Talán, mert annyira hozzátartozunk. Csak nehogy egyszer mégis lehessünk róla. Van egy ötletem. Ha minden rétlakó összegyűlne valahol az elhagyatott rét szélén, és ott egyszerre ugranánk egy jó nagyot, azzal talán vissza tudnánk billenteni a rétet. Remek ötlet! Hol legyen a gyülekező? A legutolsó bokornál. Az a rét legszélén van. Könnyű megtalálni. Néhány lépésre van az utolsó előtti bokortól. Sietve szétszélettek. Titusz észak felé indult, Pofánka délnek, Valér keletnek, Zödön pedig nyugatnak. Fityirc meg... Na, ő szaladgált egy kicsit erre is, egy kicsit arra is. Mi egyenesen a bokorhoz megyünk, mondta Bélabá Hildának, akit szemlátomást megviseltek a történtek. Alig egy óra múlva minden rétlakó ott gyülekezett izgatottan a legutolsó bokor körül. Ha azt mondom hopp, mindenki egyszerre ugorjon egy nagyot. A rétlakók elcsendesedtek. Hopp! Én megyek, és visszaadom a kulcsot a vakondnak. Talán jobb lenne, ha ezentúl mi őriznénk, és bármikor felfordíthatjuk vele a rétet. Felfordulás kulcs nélkül is tudunk csinálni. Mit szólnátok inkább egy ünnepi kézenjáró versenyhez? Kézen, szárnyon és csápon járó verseny legyen, hogy mindenki indulhasson. Cél a kuflikupac! Kiáltotta Titusz, mire mindenki elindult. Egymás hegyén hátán ugrabugráltak keresztül az elhagyatott réten. A legutolsó bokor csodálkozva nézte őket. Még csak el nem tűntek a távolban. Most akkor melyik fejen van fent? És melyik lent? Gyűjtsél te is Fityircet! Napsütötte őszi délután volt. Bélabá lakóürege ajtajában üldögélt, és néhány gondosan egymás mellé rakott színes rongyikát tanulmányozott elmélyülten. Te meg mit csinálsz? A majrákta nyakkendő gyűjteményemet rendezgetem. De jó lehet. Nekem semmiféle gyűjteményem nincsen. Csak egy érdekes alakú dobozom. Tökéletes hely volna egy gyűjtemény számára. Nekem volt egy hatalmas vacsóska gyűjteményem. Csak sajnos múlt kedden véletlenül megettem az egészet. Rémesen hízlal, ha ehető dolgokat gyűjt az ember. Gyerekek, szerintem Valér biztos talál valami érdekeset, ha körülnézne a réten. Teszem azt, ott vannak az ormányos gyíkok levedle tüskéi. De undi, ki akarna gyíktüskéket gyűjteni? Az ilyesmi ízlés dolga. Gyűjtsél te is ilyeneket! Nem csak különlegesek, de remek szobadíszek is. Nekem túl lányos az ilyesmi. És a villamos jegyek? Nekem már van 7 darabom. De hát nem is jár villamos az elhagyatott réten. Az igaz, de egy-egy jegyet mégis ide fúj néha napján a szél. Valér csak a vállát vonogatta. Mi lenne, ha szerveznénk Valérnak egy gyűjtő expedíciót? De izgi! Azt hogyan kell csinálni? Nem nagy dolog. Csak elindulunk és kész. Aztán jó alaposan körülnézünk a réten. Hát, ha találunk valamit, amit szívesen gyűjtene Valér. Legalább közben kirándulunk egy jót. Mivel gyűjtő expedícióról volt szó, Hilda vitt magával egy hálós bevásárlószatyrot, Pofánka egy rózsaszínű hátizsákot, Bélabá egy öreg bőröndöt, Titusz egy sporttáskát, Zödön egy zsákot, Valér a furcsa alakú dobozát, Fityirc pedig... Tényleg, hol van Fityirc? Fityirc! Fityirc! Kiabálták a kuflik, de válasz nem érkezett. Biztosan valami más dolga akadt. Így aztán Fityirc nélkül indultak el. Vidáman szöglécseltek az őszi virágokkal pettyezett réten, amikor Bélabá hirtelen megtorpant és a földre mutatott. Micsak, pikkelyes mászócák! Látod, Valér, milyen szépek! Nem szeretnék olyan gyűjteményt, amelyik bármikor szerteszét mászhat. Ezt nézzétek! Zödön egy fél pár rongyos papucsot emelt ki egy bokor alól. Biztos lehetsz benne, hogy ilyet senki sem gyűjt az elhagyatott réten. Lehet, hogy ez nem is véletlen. Inkább gyűjtenék valami kevésbé ronda dolgot. Mint az ott? A madárra gondolsz, amelyik azon a nagy csíkos kövön ül? Nem! A nagy csíkos követ mutatom a madár alatt. Hogy tudnék hazavinni egy ekkora követ? Sehogy! Ez egy szabatéri gyűjtemény volna. Valér csíkos óriás kő gyűjteménye. Ez lenne a neve. És amikor nézegetni szeretném a gyűjteményemet, mindig körbe kellene ugrálnom az egész rétet. Dehogy is! Ezen kívül nincsen több csíkos óriás kő a réten. Egy darabos gyűjtemény lenne. Nem gondoltál még a bárányfelhőkre? Annyiféle van, és olyan szépek. De állandóan változtatják az alakjukat. Nem tudnám megjegyezni, melyik. Ráadásul el is szállnak. Megvan! Gyűjtsél pacsolyákat! Az annyira különleges lenne. Eső után rengeteget találni a réten. Hogyan kell pacsolyát gyűjteni? Gondolom, egyenként. Laborba. Az a kérdés, mitől pocsolya egy pocsolya? A víztől, vagy a mélyedéstől, amiben a víz benne van? Elég! Egy szót sem értek. Talán a pocsolya mégsem volt jó ötlet. Keressünk más gyűjteni valót Valérnak. Éppen átvágtak volna egy szomorka bokor ligeten, amikor váratlanul belebotlottak a fűben fekvő Fityircbe. Te meg mit csinálsz? Bámultak rá csodálkozva. Gyűjtögetek! Úgy nézel ki, mint aki heverészik. Ötleteket heverészve is lehet gyűjtögetni. Azt meg hogy kell? Egyszerű. Csak bámulom az eget, és közben eszembe jut ez az. Egy rugos, bögregörbítő. Egy lepkel lebegtette lila léghajó, vagy éppen egy csavarmenetes mion kinyomó. Aztán mit csinálsz velük? Elteszem a többi ötletem közé. Ha! Egy polcra vagy ilyesmi? A fejemben bőven van hely az ilyesminek. Ez nagyon jól hangzik. Én is ötleteket akarok gyűjteni. Azt mondtad, olyasmi nem érdekel, amit más is gyűjt. De hát nekem egészen más ötleteim lesznek. Ez igaz. Valér megtalálta hát, amit akart. Viszont nem sokára ránk esteledik, barátaim. Irány a kupacunk. A Kuflik elindultak hazafelé. Kár, hogy mi végül üres kézzel jöttünk haza. Miket beszélsz? Mi is gyűjtöttünk valami nagyon értékeset. Egy igazi, életnagyságú fityircet. Kiáltotta hangosan Titusz, és hangját vidáman visszhangozta az elhagyatott rét. Azt hiszem, én a saját lábnyomaimat fogom gyűjteni. Zsebseprű a szöttymaga ellen. Afféle álmos őszi délután volt. A gazokat halkan zizegtette egy arra tévedt szellő. Nem lesz ez így jó, szólalt meg gondterhelten Hilda a kuflikupac tetején. Mire gondolsz? Kérdezte Fityirc, aki éppen egy fűszálon egyensúlyozó kunkorférget tanulmányozott. A kupacra, válaszolta Hilda. Valahogy megkopott és elhasználódott az utóbbi időben. Pont úgy néz ki, ahogy mindig. Szerintem se néz ki rosszabbul, mint máskor, dörmögte Zödön. Ó, férfiak, ti egy szemétkupacon is boldogan eléldegélnétek? Mondtam, hogy ez egy szeméttelep! Ez azért túlzás, szólt közbe Titusz. Én például egyszer már söprögettem is idefent. A többiek csodálkozva néztek rá. Na jó, Ez még régebben volt, és véletlenül éppen nem volt itt rajtam kívül senki. Mondta meg a vállát Titusz. Egy szó mint száz, ideje kicsinosítanunk a kopacunkat. Zárta le a vitát Hilda. Azt hogyan kell? Kérdezte Pofánka. Hilda elővette a zsebseprűjét. Először is össze kell szednünk a sok eldobált magot, meg bogyóhéjat. Aztán ki kell találnunk valami szép díszítést, aminek csodájára járnak a rétlakók. Hosszú életem során még sosem láttam olyan kuflit, aki használta volna a zsebseprűjét. Hildának nyilván pucováló rohama van. Ismertem egy rozmárt, aki egyszer ilyen állapotban végig porszívozott egy egész jéghegyet. Remélem, Hildának nem ilyen súlyos a rohama. Nyomás! Takarítani! A kuflik munkához láttak. Zödön a kupac bal oldalán sepregetett. Pofánka a legtetején. Júj! Titusz a jobb oldalán. Hilda a mohás felé. Valér a füvesen. Bélabá a legalján. Fityirc meg, se fent, se lent, inkább valahol úgy középtájon. Ahhoz képest, hogy milyen kedvetlenül csinálták, egész gyorsan elkészültek. Milyen szép tisztaság lett, mutatott körbe Hilda. Akkor talán pihenhetnénk is egy kicsit, jegyezte meg halkan Bélabá. Rendben, de közben találjuk ki, hogyan fogjuk feldíszíteni a kupacot. Jó, persze, bólogattak fáradtan a többiek. A kupacra csend borult. Na, esetekben jutott valami jó ötlet? Nem igazán. Nekem csak szöttymagrák csálása közben támadnak ötleteim. Milyen igazad van? Egy jó kis szöttymag. Véletlenül van egy nagyobb adag az üregemben. Titusz felugrott, aztán néhány perc múlva egy jókora zacskó társaságában tért vissza. Na, már is van egy ötletem. Vacsóska ágyásokkal kellene díszíteni a kupacot. Az a baj, hogy már másnapra szőrén-szálán eltűnnének, és hát a rikoltól lébics vörös tollaival csinosítanánk ki. Vacsóska ágyásokkal kellene díszíteni. Hogy már másnapra szőrén-szálán lébics egyike a kitalált erdő. Szerintem a színes papírjában vacsóska ágyásokkal kellene díszíteni a kupacot. Éppen ez az elég. Szerintem a színes papírvilágok igazán szépek lennének. Vagy az is, ha színesre festenénk a füvet Pofánka temperafestékével. Na, ha lámpás kukacokkal raknánk ki a kupac tetejét. A legjobb lenne, ha megkérdeznék valakit, aki jobban ért nálunk az ilyesmihez. Mondta Titusz, és a rétre mutat. Ajjajjajjajjaj. Hogy ti milyenek vagytok? Kárba veszett a munkánk, sopánkodott Hilda. Szerintem nem történt akkora baj, csak úgy néz ki a kupacunk, ahogy egyébként is szokott. Hát épp ez az. Gyerekek, nekem tetszenek a fűben a sárga szöttymagok. Nekem is. És jó játék kerülgetni őket szögdécselés közben. Ráadásul pöckölös célba találósat is lehet játszani velük. Meg pont ebből látszik, hogy itt lakunk. Igazából egy kufli kupac így a legszebb és kész. Lehet, hogy van, akinek pont így tetszik. Feladom, mondta ekkor Hilda, és már nem is volt szomorú. Nincs mit tenni, ti már csak ilyenek maradtok. Ezzel mindenki csak egyet érteni tudott. Mintha mi sem történt volna aznap délután. Ebben a filmben kerestek takarítót! Hadd ráérek! A Kuflik és egy... Szóval a Kuflik és egy zsibbadó dudor. Ó, gyerekek! Minden csupa lotymánc és szipony. Úgy látszik, kiújult a makacs ugró dudor zsibbadásom. Panaszolta egy őszi reggelen Bélabá, miután nagyokat szuszogva kimászott a lakó ürege ajtaján. Hát nem csoda! Az én ágairól is csöpög az az undok, hideg nyirok, mondta a beszélő fatuskó. Bélabá felvette a ballonkabátját, a fülvédőjét és kezdte húzni. Jobb lesz, ha teszek egy rövid sétát. A mozgás mindig segít az ilyen nyavajákon, mondta, és azzal elindult sétálni. De olyan lassan haladt, hogy azt a részt inkább átugorjuk. Bélabá, játsszunk kőpapírollót! Ho-ho, Bélabá! Nem tudjátok, hol lehet Bélabá? Sétálni ment! Ó, csak nem esett valami baja, tördelte kezét Hilda. Az is lehet, hogy eltévedt, sopánkodott Pofánka. Hát! Nyomozzuk ki, hol lehet! Szökkent fel a fűből Titusz. A Kuflik rövid készülődés után sietve elindultak. Olyan, elvesztettük a nyomot! Torpant meg hirtelen Titusz. Kit kerestek? Szólalt meg egy rótlábú hahárca fejük felett. Bélabát! Válaszolta neki Titusz. Láttam őt egy peckes nyúlbogárral beszélgetni, mondta a hahárca. Egy doktort keresett. Valami doktor Fú, vagy Brú. Ó, nem emlékszem pontosan a nevére. Borzolta fel a tollait a hahárc. Doktor Furdacs? Doktor Futrinka? Doktor Fukar? Doktor Fuszújka? Doktor... Fuszekli? Egyik sem. Talán... Furcsa. Doktor Furcsa. Talán... Doktor Furcsa? Ez az! Doktor Furcsa! Doktor Furcsa, a zsibbadások és bizsergések szakértője. Itt vagyunk, mondta Titusz, és meghúzta a csengőt. Ki az? A Kuflik vagyunk, és barátunkat, Bélabát keressük. Jó helyen jártok, gyertek bele. Doktor Furcsa vagyok, ez a rendelőm. És hova Bélabá? Itt vagyok! Szólalt meg Bélabá hangja az egyik szék felől. Nos, igen, a barátotok most átmenetileg egy kicsit láthatatlan. Láthatatlan? Értetlenkedtek a Kuflik. Ez a teknőc tokabogyó mellékhatása. Köztudott, hogy ez az ugró dudor zsibbadás leghatásosabb ellenszere. Bélabának zsibbad az ugró dudora? Csodálkozott Valér. Ti miért beszélgettek úgy, mintha itt se lennék? Ne haragudj, még nem szoktuk meg, hogy láthatatlan vagy. Egyelőre nekem is elég különös érzés. Induljunk! Még haza kell érnünk, mielőtt véget ér ez a történet, mondta ekkor Titusz. A viszontlátásra. A Kuflik sietve elbúcsúztak doktor Furcsától, és hazaindultak. Na, megtaláltátok a barátotokat? Kérdezte a drótlábú hahárc, amikor a Kuflik a közelébe értek. Persze, itt van velünk! Válaszolta Titusz. Nem látom! Rázta a fejét a madár. Nyugodj meg, mi sem. Mondta neki vidáman Valér. Ezek teljesen meghibantak. Gyerekek, úgy hallom, hogy ózás sikerrel járt. állapította meg a beszélő Fatuskó, amikor a Kuflik végre letelepedtek a kupac tetején. Közben Bélabá ismét látszódni kezdett egy kicsit. Ha rám hallgatsz, nem változol vissza, te teljesen, mondta neki Zödön. Így, bármikor túrhatod az orrodat, senki sem látja. Ezt még azért fontolóra veszem. Viszont akkor soha többé nem lehetne veled kőpapírollót játszani. Sóhajtotta szomorúan Valér. Ez igaz? Délután aztán Bélabá majdnem teljesen láthatóvá vált. Na, annak úgy örülök, hogy a zsibbadás nem tért vissza. Mégis csak tudja a dolgát, ez a doktor furcsa. Biccentett elismerően Pofánka. Azért ezentúl gyakrabban megyek ugrándozni az elhagyatott rétre. Mi meg majd? Nyomozunk utánad, kiáltotta vidáma Valér. Persze, csak is egy igazi nyomozó vezetésével, tette hozzá jelentőségteljesen Titusz. Aztán gyorsan elindult, hogy megkeresse a pipáját, amit az imént meggondolatlanul eldobott valahová. Á, gyerekek, én nem tudom. Hova furcsák lettek ezek a kuflik? A kuflik és a vadonatúj évszak. Hétágra sütött a nap, meleg szél fújdogált a réten, sárga szőrdarazsak repkedtek a kábán hajlongó virágok felett. Ám hirtelen beborult, és valami nem is hideg, nem is meleg húzat kócolta össze a füveket. Majd megint kisütött a nap. Különös, nézett körül Titusz. Nem is tudom, mihez hasonlít ez az idő. Őszhöz nem, az biztos, mondta Hilda. Akkor mi lehet ez? Dörmögte Zödön, miközben egy kis esőfelhőt bámult. Lehet, hogy valami összekeveredett, és tavasz jött ősz helyett? Tűnődött Fityirc. A tavasz egészen más! Olyankor mindenfelé pöszlegyek zönögnek, és a fűben kéken bimbózik a réti halbajusz. Most meg hólepkék keringenek a levegőben, mint telente, jegyezte meg Bélabá. De ez mégsem tél, mondta Pofánka, aki most szögdécselt oda hozzájuk Valérral. Nincsen hideg, és termés sem piroslik a jó bogyóbokrokon. Ha nem hasonlít egyik évszakra sem, mi lehet ez? Talán a varázsgombák kavartak valamit. Kérdezzük meg őket! Mivel jobb ötlete senkinek sem volt, elindultak. Micsoda időjárás! Napszemüvegben indultam el otthonról, de téli kabátban kellett volna. A csigák nem is hordanak téli kabátot. Ez előítélet. Szabad csigák vagyunk egy szabad réten. Azt hordunk, amit csak akarunk. Biztos, hogy nem stimmel valami? Ingatta a fejét Bélabá. A kuflik oda is értek a rét közepére. Sétálunk, egy kis dóra lecsücsülünk. Kiáltotta oda nekik viccelődve az egyik varázsgomba. Valahogy úgy. Elindultunk, hogy megtudjuk, mitől annyira furcsa az idő. Ilyen össze-vissza. Nem össze-vissza. Pont olyan, ami jár. Ja. Se nem ősz, se nem tél, se nem tavasz, se nem nyár. Ez egy másféle évszak. Ezt meg hogy érted? Szerintetek milyen nap van ma? Körülbelül Edike? Nem, egy-kettedike. Hetztember egy-kettedike. Ilyen csak minden rengeteg Edikében egyszer fordul elő. Eddig kevesen tudnak róla. Mondta a gomba. Na jó. De ilyenkor mi történik? Mármint hetztember 1-2-én. Nézz körül, megköszönt egy vadonatúj évszak. És hogy hívják? Mivel csak fél napig tart, még senkinek sem volt ideje nevet adni neki. Mi ráérünk az ilyesmire? Erről meg kell kérdezni az összes rétlakót. Az ilyet úgy hívják, hogy közléleménykutatás. A Kuflik szétszélettek és körbeszögdécselték a rétet. Megkérdeztek minden egylábú, soklábú, szárnyas, szárnyatlan, szőrös, tüskés, vagy épp pikkelyes rétlakót, akivel csak találkoztak. Már is visszatértek a rét közepére. Gyorsok vagytok! Biccentett elismerően a gomba. Halljuk a neveket! Mi leszünk a zsűri? A legjobbat fogjuk kiválasztani. Lássuk csak! Fülőc, zsemlegy, trufap, mokanc, cseptember. Nyavac, zérmő, flamankotuác, nik, langyofagyolán, szutyok, bősz, tapacska, zokni, furcsán, logyon, tévszak, oklománt, fül, nyemunér, tof, saluán, fondort, nyomocs, bröbb, dobókocka. Vigyem a Big Finch, Sok Robert, Porcukmány, Flimf, és valami, amit nem tudok elolvasni, sajnos. Én elfelejtettem, mi volt a kérdés. Dünnyögte zavartan Zödön. A zsűri nehéz helyzetben van. Egyik név jobb, mint a másik meg jobb, mint az egyik. Én tudom a megoldást. Mindenki hívja úgy ezt az évszakot, ahogy neki tetszik. Zseniális ötlet! Ez a zsűri dolgát is megkönnyíti. Bár attól tartok, a félnapos évszak már végát is ért. De kár. Épp eldöntöttem, hogy én Szörcsöndnek fogom hívni. Majd a legközelebbi, rengetegedik évben. Oda se neki! Legalább rohangáltunk egy jót! Amit akár folytathatnánk is! Így is lett. A Kuflik elköszöntek a varázsgombáktól, aztán elszögdécseltek valahová ebben a teljesen átlagos hétköznapi őszben. Hát jól átvágtam őket. Így is ilyen évszak. A Kuflik és a szőrbogyó. A réten csípős téli szél zörgette a bokrok ágait. Éhes vagyok. Jaldult fel a Kuflikupac tetején Zödön. Mikor nem vagy az? Kérdezte Fityirc. Hosszabbat él, mint máskor. És lehettünk minden ehetőt a jóbogyó bokrokról. Akkor mi lesz? Éhen halunk? Szó se lehet róla. Találnunk kell valami ennivalót. Mi lenne, ha kutakodnánk kicsit a közeli fák tövében? Jó ötlet, helyeselt Titusz. A Kuflik alig szögdécseltek egy keveset, már is odaértek egy magányosan álló ragyás bálnafához. Próbáljuk meg itt, mondta Titusz, és elővette a zsebásóját. A többiek követték a példáját, aztán kaparászni kezdtek a hóban. Ide nézzetek, mit találtam! Nocsak! Nem is tudtam, hogy ilyen termése van a bálnafának. Mert ez nem is az. Szólalt meg egy háromfejű tappantja fejük fölött. Mi más lehetne? Itt vannak pont a fa alatt. Ezek nem ragyás bálnabogyok, hanem szőrmagok. De miért ez a nevük? Erre is van három válaszó. Mert jól hangzik. Mert régen szőrösek voltak, csak aztán megkopaszodtak. Mert valami egyéb közük van a szőrhöz. Nekem mindegy, csak végre együk meg őket. Erre a többiek is gyorsan szedegetni kezdték a magokat a hóból. Nem is olyan rossz. Kicsit szappanos egérszőr íze van. Dünnyögte Titusz teleszájjal. Titusz! te hogy nézel ki? Csupa szőr vagy! És te is Fityirc! Ami azt illeti, neked is bundád nőtt? Bámultak rá a barátai. Az nem lehet! Sikoltott fel Pofánka, és előkapta a zsebtükrét. A többiek is követték a példáját. Oh, nem hiszem el. Most hát megtudtuk, miért hívják így ezt a magot. Ezt miért nem árultad el? Mert nem tudtam. Mert titkolóztam. A tappangy morogva elrepült. Most mi lesz velünk? Menjünk vissza a kupacunkra, és ott majd kitalálunk valamit. Így is tettek. Gyerekek, csak nem szőrbogyót emédeltetek. Ennyire látszik. Gyakran megesik talán te. Biztos szokatlan, de higgyétek el, több előnye is van. Csak egyet mondj! Nézett rá mérgesen Pofánka. Akár hármat is, ha-ha-ha-ha! A szőr melegít a hidegben, jelmezbalban lehettek másvácsalhat, ezentúl bármikor divatos szakállat nyírhattok magatoknak, ha-ha-ha! De én semmiféle szakállat nem akarok. Nekem meg eszemágában sincs medvének öltözni. Viszket a szőröm. Ha nem hatném, erre is van megoldás, háromféle is. Megvárjátok a tavaszi vedlést, kopaszkóró kérget rágtok, vagy kipróbáltok egy varázsigét. Én a másodikat választanám. Remény, a kopaszkóró kérek segítségével az összes szőrötöktől megszabadultok. Az összestől. A kontyomat azért szeretném megtartani. Sajnálom, ez a módszer csak teljes szőrtelenítésre jó. És a harmadik megoldás? Egy rövid varázsigéről van szó, irgalmatlan írha írtó, így hívják. Vágjunk bele! Rendben. Azok a fránya szavak. Biztos összekevertem őket. Gyorsan újra halk dörmögésbe fogott. És akkor... Szerencséd volt. Nem is tudom, kinek volt nagyobb szerencséje. Fő, hogy végre mind újra szőrtelenek vagyunk. Én meg újra éhes. A varázslatoktól könnyű megéhezni. Induljunk hát ismét ennivalót keresni. Pont így kezdődött ez az egész. Ugyanaz a dolog kétszer nem végződhet, ugyanúgy. Egy biztos. Beszéddel nem lehet jól lakni. Mondta ekkor Zödön, azzal faképnél hagyva barátait leszögdécselt a kupacról. Erre azok rögtön abba hagyták a vitatkozást, és nagy sietve utána eredtek, mielőtt egyetlen egy bogyó sem marad nekik az elhagyatott rétet borító hó alatt. Itt a vége, fuss el véle. A Kuflik és a vándorkaktusz. Első rész. Vannak napok, amikor az alacsonyan szálló felhők szinte súrolják a hasukkal az elhagyatott rétet. A szél egy régi dal fütyörészik, az ég pedig olyan színű, mint a nádi cukorka csíztolla. Mivel ilyen madár történetesen nem létezik, ezt a színt mindenki olyannak képzeli el, ami ennek csak kedve tartja. Szerinted van a felhőknek köldökük? Kérdezte Fityirc Pofánkától. Ez meg mire jutott eszedbe? Nem is tudom, talán arról, hogy... Jaj! Beleültem itni ebbe. Igazán, ne sajnálom. Messziről érkeztem, nem tudhattam, hogy itt szoktál pihenni. Mondta bocsánat kérően a kaktusz. Messziről? Ezek szerint külföldi vagy? Igen, vándor kaktusz vagyok. Hozzam a nagyvilág. Milyen izgalmas. Itt a kupacunkon nyugodtan kifújhatod magad. Legalább lesz alkalom, hogy mesélj az utazásaidról. Ezer örömmel. Végre valaki látogatóba jön hozzánk. Ráadásul egy világutazó. Annak idején én is körbeszögdítseltem a félvilágot, a Szörszivacs szigetektől Bokaficándig, vagy még tovább. Bólogatott Bélabá. A Szörszivacs szigeteken én is jártam, útban Bögreföldje felé. Tettem ott egy rövid pihenőt. Az elhagyatott rétre hogyan bukkantál rá? A kitalált erdőbe igyekszem, úgyhogy pont ottba esett. Nagyon örülök, mert már sok különleges dolgot olvastam erről a helyről. Olvastál? Azt hittem, ezt a rétet senki nem ismeri. Lehet, de könyveket írnak róla. Vonta meg a vállát a kaktusz. Érthetetlen, ezen a réten soha nem történik semmi érdekes. Eseménytelenül telnek itt a napjaink. Azért én szívesen körülnéznék ezen a néptelen vidéken. Minden olyan helyre kíváncsi vagyok, ahol még sosem jártam. Hát akkor a Kuflik Titusz vezetésével először a közeli vadmarcipán bokrokhoz sétáltak el. Az aztán nagyon különös. Mikor jól laktak, elindultak a ligethez, ahol egyszer Bélabá fának álmodta magát. Hová, hová? Kérdezte tőlük egy lábas csiga. Megmutatjuk barátunknak az elhagyatott rétet. Akkor semmiképpen se hagyjátok ki a lehetetlen ligetet. A taflik és a zsakócák pálfrányevő versenyt tartanak a tavasz tiszteletére. De hiszen a tavasz már régen elmúlt. Tudom, a taflik és a zsakócák sosem kapkodják el az ilyesmit. Hát, útközben a Kuflik megmutatták a kaktusznak a fát, amelynek törzsén a manótevék liftjének ajtaja nyílik. Fú, de menő! Aztán a fát, amiben a kulcsuk alakú odú van. Ami de... Majd a csocsótáj létrafáját. Wow! Sok különös fa nő ezen a réten. Ezek után felkeresték dr. Furcsa bakancs alakú házát. Páratlan! Majd a táblát is, amire az van írva, hogy a rét közepe. Elképesztő! Mikor odaértek a lehetetlen ligethez, nagy csődület fogadta őket. Vajon ki lesz a győztes? Végül szoros küzdelemben a zsakócák nyerték a versenyt. Lassan, itt a vacsora idő. Hiába, a sport mindig jó étvágyat csinál. Otthon a Kuflik ünnepi vacsorát készítettek vendégük tiszteletére. Vadsóskát, vadzabot, vadalmát és vadmarcipánt. Vadító kínálat. Nyelte a nyálát elégedetten Zödön. Egy kicsit itt maradnék, mielőtt tovább indulok a kitalált erdő felé. Ha nem bánjátok, felállítom valahol a sátramat. Maradj, amíg csak kedvet tartja. Ilyenkor mindig az a nap jut eszembe, amikor ide költöztünk. Vándorolni jó, de otthonra találni sem utolsó dolog.